Ungváron tervezik létrehozni megyénk legnagyobb az orosz-ukrán háborús veteránok rehabilitációját szolgáló központját. Az erre vonatkozó terveket Viktor Mikita Kárpátalja kormányzója jelentette be még szeptember közepén. Mostanra sikerült kiválasztani a központ jövőbeni helyét, amely az egykori szülészet épülete lesz. A közelmúltban pedig már sikerült kijelölni a projekt vezetőjét, a közelmúltban pedig már sikerült kijelölni a projekt vezetőjét, és sor került az épület felújításával kapcsolatos első megállapodások megkötésére is. Elvégeztük az épület állapot felmérését. Hét teljes értékű szintről van szó. Maga az épület jó állapotban van, de természetesen alapos felújításra van szükség. A csehországi partnereknek köszönhetően egy hozzáépítésre is sor kerül majd, egy háromszintes melléképületről lesz szó, ahol már közvetlenül a rehabilitációs procedúrák fognak zajlani. A régi szülészet hétszintes épülete egy év leforgása alatt tehát egy modern rehabilitációs központtá kell, hogy átalakuljon. Ez a megye eddigi legnagyobb ilyen jellegű projektje lesz. Előzetes becslések szerint a munkálatok összértéke megközelítőleg 400 millió hrivnya lesz. Viszont a felújításhoz szükséges teljes összeg még nem áll rendelkezésre. A megyei közigazgatási hivatal számít a nemzetközi alapítványok támogatására. Zsit, a szükséges források egy részét már megtaláltuk. Elsősorban a csepp partnereink segítenek bennünket, akik közel 64 millió hrivnya támogatást jelentettek be. Ezt kimondottan a háromszintes melléképület megépítésére szánják. A megyei költségvetésből 35-40 millió hrivnyát fognak kiutalni, amennyiben sikerül erre forrás biztosítani. Addig, míg elkészül a rehabilitációs központ, a megye klaster kórházaiban fognak rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani a veteránoknak. Az év végéig még két klaszter kórházban meg fogunk egy-egy rehabilitációs osztályt, majd a 2024-es év folyamán már minden klaszterkórházban kórházban működni fog egy ilyen részleg. Ami a kezeléseket illeti, sikerült növelnünk az igénybe vehető szolgáltatások számát, így a kezelést addig folytathatja a beteg, ameddig szükséges. Zajlik a különféle szolgáltatások iktatása, hiszen ezek aktuálisak. A jövendőbeli rehabilitációs központ épületének felújítását a tervek szerint már 2020 2024-ben megkezdik, és 2025-től pedig már be is üzemelik. Ezzel együtt az épületet övező zöld területet is rendbe szeretnék hozni, illetve a helyi önkormányzat segítségével átalakítják a tömegközlekedési útvonalakat, és egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is végrehajtanak majd a központ kényelmes megközelítése érdekében.